Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és elsősorban önöknek hagyd köszönjem meg, hogy ilyen sokan eljöttek erre a mostani indulásra, hiszen ha önök eddig nem közvetítettek volna, nem tudósítottak volna azokról a nagyszerű gyűjtésekről, azokról a nagyszerű lépésekről, amelyet civil szervezetek, karitatív szervezetek, egyházak, önkormányzatok és a kormány is megtett Kárpátaljáért és az ukrajnai emberekért, akkor most nem tudtuk volna elindítani ezt a mostani adományt sem, hiszen sokkal nehezebb lett volna összegyűjteni 8 kamionnyi árut. Annyit kell tudni erről a 8 kamionról, hogy 8 karitatív szervezet állt össze, és én azt gondolom, hogy megérdemlik, hogy felsoroljam a nevüket. Baptista Szeretetszolgálat, Magyar Református Szeretetszolgálat, Katolikus Karitász, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Magyar Vöröskereszt, Szent Lukás Görögkatolikus Szeretetszolgálat, Johannita Segítőszolgálat és az Egységes Magyar-Izraelita Hitközségnek a karitatív szervezetei álltak össze. A fölhívást néhány hónappal ezelőtt tettük meg a Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjével, szószólóasszonnyal, majd azt követően még Ukrajna ügyvivője is támogatta és segítette az előkészületeket. A kérés az volt ennél a felhívásnál, hogy az eddigi kárpátaljai segítség mellett most már Kárpátalján túl is menjünk, azoknak az embereknek is vigyünk segítséget, akiknek az orosz-ukrán konfliktus nagyon nagy gondot okozott az életükben, adott esetben elvesztették családjukat, adott esetben egészségileg károsodtak, vagy valamilyen súlyos sérülés érte őket. És ezért döntöttünk úgy közösen a karitatív szervezetekkel, hogy 4 kamiont Kárpátaljára viszünk, 4 másikat pedig Kárpátokon túlra. Az áru, a 100 millió forint nagyságrendű áru, amit itt mögöttünk a kamionok tartalmaznak, nagy részt, ami Kárpátaljára megy, tartós élelmiszer, a Kárpátokon túlra menő áru részben tartós élelmiszer, és részben pedig gyógyászati segédeszközök. Mindezt hosszas előkészület indította el, illetve hosszas előkészületnek az eredménye, hogy most itt vagyunk, ugyanis azokat az engedélyeket, azokat a hivatalos papírokat, amelyeket a szállítmányhoz be kellett gyűjteni, az ukrán hatóságokkal leegyeztettük, és nagyon bízunk benne, hogy zökkenőmentesen fognak eljutni azokhoz a karitatív szervezetekhez, amelyek a szétosztásban segítenek. Tudni kell azt is önöknek, és mindannyiunk is így készültünk, hogy a magát hivatalosan a szállítmányt a Református Szeretetszolgálat fogja átadni Kárpátalján az ottani Református Szeretetszolgálatnak, majd a szétosztásban a Katolikus Karitász, a Baptista Szeretetszolgálat, illetve a Málta Vöröskereszt és a Máltai Szeretetszolgálat fogja végezni. Kárpátokon túl pedig egy ukrán karitatív szervezetnek lesz a feladata, hogy eljutassa a rászorultaknak, illetve olyan kórházakba, egészségügyi intézményekbe a gyógyászati segédeszközöket, ahol szükség van erre. Én köszönöm mindenkinek a munkáját, akik ebben részt vettek. Köszönöm egyébként a Nyírtransz Kft.-nek is a segítségét is, bár ez úgy tűnik, hogy a reklám helye, de ők is felajánlásként nagyon sokat tettek hozzá, hogy ezt az utat vállalták, illetve jóval alul vállalták. És hát persze köszönöm, hogyha most itt megemlítettem a munkatársaimat is, akik nagyon sokat dolgoztak azért, hogy a papírok, az egyeztetések, a vámoltatás és minden egyéb rendben legyen. Én azt gondolom, hogy ez egy közös összefogásnak az eredménye. Befejezésül pedig hát nem kétséges, vagy nem kérdéses, hogy meg kell köszönnöm mindazoknak a felajánlóknak a támogatását, akik szó nélkül azonnal jöttek, jelentkeztek a 8 karitatív szervezetnél, és én azt gondolom, hogy ez mutatja Magyarországnak az erejét, ez mutatja a magyar embereknek az erejét, és ez mutatja a magyar vállalkozásoknak is az erejét, hogy megmerik és meg is tudják tenni most már, hogy nagyobb mennyiségű árut bocsájtanak egy ilyen karitatív célnak a rendelkezésére.